Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Izrael Istene egy, és rajta kívül nincsen más Isten. Ő a világ mindenség teremtője, ő teremtette a mennyet és a földet, és ő az, aki elküldte az ő egyszülöttjét, a Krisztust, aki a názáreti Jézusban lett emberré. Azért, hogy engesztelő áldozatul adja oda mindannyiunkért önmagát, és ő a vérét kiontotta Jeruzsálemben, a golgotai keresztfán, hogy az ő vérével kifizesse adósságunkat, hogy eltörölje mindazokat a cselekedeteinket, vétkeinket, bűneinket, amivel az élő Isten ellen vétkeztünk. Hiszük, hogy Jézus vére, az új szövetségnek a vére, amely kiontatott a bűneinknek a bocsánatára, és ez a vér a szövetség vére, amely által én is Istennel szövetségbe kerültem, és közösségem van az Atyával, a názáreti Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel. Hiszem, a názáreti Jézus Krisztus az Atyának a jobbján foglal helyet, és egészen addig kell az égnek, a mennynek magába foglalnia, amíg újjá nem teret mindent Isten. És hiszem, hogy ő visszajön dicsőséggel és erővel, és mindent újjá tesz, és mindent betölt az ő hatalmával, erejével, és eltörli a birodalmakat, hatalmakat, és végül az Isten utolsó és ember utolsó ellenségét, a halált is eltörli. És megszűnik a pokol, megszűnik a halál, és mindaz, aki Jézus Krisztusba hisz, az által ment a halálból az életre. Ezért hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztusban örök életem van. Mert meg van írva, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki pedig nem hisz, az elkározik. Amen. Amen, amen. Halleluja. Krónikák második könyve, 31. rész. A Páska ünnep véget ért. Akkor mindazok, akik Izrael népéből részt vettek Jeruzsálemben az ünnepen, kimentek Júda városaiba, és lerombolták a bálványokat, az Asera oszlopokat, kivágták a szent fákat, lerombolták az áldozóhalmokat és azok oltárait, egyet sem hagytak meg közülük. Mindezt hasonlóképpen megtették Benjamin, Efraim és Manassé vidékein is. Azután mind visszatértek lakóhelyükre, a saját városukba. Ezékiás a helyükre állította a papok és léviták csoportjait. Meghagyta nekik, hogy szolgálati beosztásuk szerint lássák el feladataikat. Az égő áldozatok és hálaáldozatok bemutatását, a hálaadást, az örökkévaló dicséretét a templom udvarainak kapuiban és a különböző egyéb szolgálatokat. Ezékiás elrendelte, hogy a saját vagyonából rendszeresen vigyenek áldozatra való állatokat az égő áldozatokhoz, a reggeli és esti áldozatokhoz, azután szombat és újhold ünnepére, meg a többi megszabott ünnepre aszerint, amint az megvan írva Mózes törvényében. Hasonlóképpen megparancsolta a Jeruzsálemben lakóknak, hogy adják meg a papoknak és lévitáknak járó részt az áldozatokból, hogy bátorítsák őket azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket az örökkévaló rájuk bízott a törvény szerint. Amint a király rendeletét meghallották, az emberek azonnal engedelmeskedtek, és bőségesen behozták termésük első részét a gabonából, szőlőből, olívaolajból, mézből és minden másból is. Ugyancsak bőségesen behozták a tizedet mindenből. A Júda városában lakó izraeliek és júdaiak behozták a tizedet az állataikból is, a marhákból és juhokból. Behozták a tizedet azokból a terményekből is, amelyeket Istenüknek, az örökkévalónak szenteltek, és felhalmozták ezeket nagy halmokban a templom udvarán. A harmadik hónapban kezdték behordani a termés tizedét a templomba, és a hetedik hónapig egyre csak hozták, akkor fejezték be.
Amikor Ezékiás és a vezetők látták ezeket a halmokat, áldották az örökkévalót és népét, Izraelt. Azután Ezékiás megkérdezte a papokat és a lévitákat a felhalmozott termény felől. Azarjáhu főpap, aki Cádók családjából származott, felelt a királynak. Mióta a nép elkezdte behozni a tizedet az örökkévaló házába, bőségesen el vagyunk látva, és még marad is felesleg, mert az örökkévaló bőségesen megáldotta népét. Ami megmaradt, az van itt felhalmozva ezekben a nagy halmokban. Akkor Ezékiás elrendelte, hogy készítsenek raktárakat az örökkévaló házában, és odahordják be a terményeket. Így is történt. A terményeket, amelyeket áldozatként, tizedként vagy önkéntes adományként hoztak be az emberek, mind behordták hűségesen ezekbe a raktárakba, és rábízták Kónaniáhu lévita felügyeletére. A helyettese pedig a testvére, Simei lett. Ezékiás király és Azarjáhu, az Istenháza felügyelője a következő férfiakat nevezték ki, hogy Kónaniáhu és Simei vezetésével gondot viseljenek a raktárakra. Jehiel és Azarjáhu, Nahat és Aszáél, Jerimót és Józábád, Eliel és Ismakjáhu, Mahat és Benájáhu. Az Istennek önkéntesen felajánlott adományok felügyeletével Kórét, Jimná fiát bízták meg, aki egyúttal a keleti kapu őre is volt. Az ő feladata volt, hogy szétossza ezeket az adományokat és legszentebb dolgokat. Éden és Minyámin, Jésua és Semajáhu, Amarjáhu és Sekanyáhu Kóré segítői voltak. Az ő felügyeletével végezték hűségesen az adományok szétosztását rokonaik között a papok városában, a papok csoportjai szerint. Mindenkinek adtak az adományokból, a legnagyobbtól a legkisebbig. A szétosztást a származási jegyzék alapján végezték, amelyben minden férfit feljegyeztek 3 éves kortól felfelé. Ezeknek szabad bejárása volt a templomba, és mindegyiküknek meg voltak határozva a napi teendői, a felelősségi köre és a szolgálati csoportja. A papokat családjaik szerint írták be a származási jegyzékbe, a lévitákat pedig csak 20 éves koruktól fölfelé, a szolgálati csoportjuk és feladatuk szerint. A léviták családtagjai, feleségeik és összes gyermekeik is részesedtek az adományokból, mert hűségesen szolgáltak a templomban, és megszentelték magukat a szolgálatra. A vidéki városokban is mindenhol voltak név szerint kijelölt férfiak, akik eljutatták az adományok megfelelő részét azokhoz a papokhoz, akik Áron családjába tartoztak, és a származási jegyzékbe felvett lévitákhoz, akik a templomtól távolabbi vidékeken éltek. Ezeket tette Ezékiás Júdában. Minden dologban helyesen járt el, és azt tette, amit Istene az örökkévaló helyesnek, jónak és hűségesnek talált. Amibe csak belekezdett, minden teljes szívvel lélekkel tett, és minden sikerült is neki, akár Isten háza szolgálatában, akár a törvény és az Isten parancsainak teljesítésében kereste Istenének az akaratát. Következik Németh Sándor napi üzenete. Szentlélek az egy természetfölötti szellemi lény, akit elküldött az Atya és Jézus Krisztus, és a kiküldetése akkor vált legitimmá, amikor a názáreti Jézus Krisztus megjelent a mennyekben az ő vérével, vére minőségi ellenőrzés alá került. A minőség ellenőrzést a szeráfok és a kerubok végezték. Megnézték és kerestek benne egy kis pici hibát. De egy pici hibát se találtak benne. És ezért az Atya kijelentette, hogy érvényes a megváltás, érvényes az emberek számára az ígéreteinek a megvalósulása, megszerezte egy új áldást, a názáreti Jézus Krisztus, hogy megadja mindazoknak az embereknek a Szent Szellemet, akik a názáreti Jézus Krisztusnak nem csak a föltámadásába hisznek, hanem abba is hisznek, hogy egy nagyon ártatlan, nagyon tiszta, ilyen vérrel jelent meg mindannyiunkért az Atyánál, és ezzel már megváltozott mindazoknak a helyzete, akik az életükben elfogadják a názáreti Jézus Krisztusnak a engesztelő áldozatát, föltámadásán, ez az elfogadás döntés által abban a pillanatban, hogy az Isten fölkeni az embernek a szellemét és a lelkét, és ebben a vérben akkora erő van, amit az Isten igéje mond, és nem annyi, amennyit te érzel. És ha abba hiszünk, amit Isten igéje mond Jézus vérérből, akkor egészen biztos, hogy a lelkedben és a szellemedben sokkal nagyobb változás fog beállni, mint eddig bármikor. A vért, amikor Jézusnak a véréről beszélünk,
akkor ne a magad vérét vetis ki Jézus vérébe, hanem az Istennek az igéjét, kijelentéseit fogadd el Jézus vérével kapcsolatosan, és világossá fog válni számodra, hogy egy vérrel, Jézus vérével fölkent szellemed és lelked van, amely lehetővé tette azt, hogy a Szentlélekkel, egyrészt az első a Szentlélek kiáradjon rád, másrészt a Szent Szellemmel a szellemed egyesüljön, a harmadik dolog, hogy a Szentlélek meg tudja nyilvánulni rajtad keresztül különböző ajándékai által. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Ezek az emberek tudták a legjobban, mennyire pusztító ez a járvány. 3 nap elteltével aztán újra eljött 2 orvos Kalifornia államból, illetve a megyei egészségügyi hivatal vezetője, hogy megnézzék, miként reagáltak az állatok az injekcióra. Nem beszéltek sokat, miközben felhúzták a gumicsizmájukat. Ez volt a munkájuk legnehezebb része, hogy közöljék a gazdával az állományra váró halálos ítéletet. A Bizalom 3-ban egyszerre 120 tehenet fejtünk, soronként 30 fejű állásban. Az első 2 sor végén összetalálkozott a 2 állami orvos. Közelebb léptem, hogy hallhassam őket a fejőgépek zajától. Ez nagyon furcsa, mondta egyikük. Egyetlen fertőzött állat sincs az egész sorban, de még fertőző gyanús sem. Abban a sorban sincs, amit én ellenőriztem, pislogott a másik orvos a csodálkozástól. Az istálló 120 tehene közül egyik sem mutatta a betegség jeleit. Mire a második csoportot is megfejtük, és már 240 tehén tuberkulózis tesztje lett negatív, a munkások is kezdtek az istállóba gyűlni. Az eredmény ugyanaz lett a 3. csoportnál is. A délelőtt végére több mint 1000 tehenet fejtünk meg, és egyiküknél sem állapítottak meg tuberkulózist, vagy találtak arra utaló jeleket. Még azoknál az egyedeknél sem, amelyek tesztje előzőleg pozitív volt. A kormány részéről érkezett szakemberek úgy vélték, nincs rá orvosi magyarázat, és nem is volt még példa ilyesmire. Az egyetlen lehetséges válasz, amit ott, az akkora már túlzsúfoltá lett istállóban mondani tudtam, az volt, hogy Dr. Claver imádkozott, Isten pedig válaszolt. De nem csupán erre, a háború idején fellépő szükséghelyzetre válaszolt. A tejüzemünk még további 20 évig működött ezen a területen, egészen addig, amíg Downey annyira beépült, hogy az egész tejgazdaságot Los Angeles északi részére kellett áttelepíteni, ám a Bizalom 3-ban nem volt egyetlen tuberkulózisos vagy tuberkulózis gyanús tehén sem. Szerintem édesanyám volt mindnyájunk közül a legizgatottabb, amikor Rózzal megtudtuk, hogy ismét kisbabánk lesz, várhatóan 1944. novemberében. Geri óvodás lett, és az egymással szomszédos telkeken fekvő 2 ház túlságosan csendes lett édesanyám számára. Természetesen más unokái is voltak, ám a húgaim legalább 1,5 kilométerre éltek tőlünk a családjukkal, ami örmény mércével nézve gyakorlatilag áthidalhatatlan távolságnak számított. De volt valami különleges oka is annak, hogy ennyire örült a hírnek. 47 évesen daganatot állapítottak meg nála, ráadásul egy gyógyíthatatlan formáját. Az imádkozás, ami az istállókban oly hatékonyan működött, otthon erőtlennek bizonyult. De megláthatom a 2. kislányotokat is, Démosz, mondta boldogan. A családban egyszerűen mindenki biztos volt benne, hogy az új jövevény kislány lesz. Amennyire a feljegyzések visszanyúlnak, a Sakarián család egyetlen generációjában sem született egy fiúnál több. Édesanyám egyszeriben rózsaszín ruhácskákat és fodros sapkácskákat kezdett varni.
1944 nyarán történt, hogy a sátoros összejövetelek alatt kezdtem rátapintani egy olyan lényeges jelenségre, ami addig csak a gondolataim legmélyén motoszkált. Az emelvényen ültem, miközben az evangélista beszélt, és a zsúfolásig megtelt sátrat figyeltem. Pasztelszínű és virágmintás ruhák. Sok férfi egyenruhát viselt, és a hölgyek közül is néhányan. Apropó, hölgyek! Hirtelen azon kaptam magam, hogy a gondolataim elkalandoztak, és csak erőfeszítések árán tudtam visszaterelni őket a prédikációra. De a következő dicséret éneklése alatt ismét a közönséget fürkésztem. Vajon csak képzelődöm, vagy tényleg 10 nő jut egy férfira? Másnap este már Róz is velem számolt. Egy sorban 14 szék volt, majd egy folyosó következett a Los Angeles megyei tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. Én a jobb oldali hátsó szektort vizsgáltam. Az első sorban 8 nő és 2 férfi ült. A harmadikban pedig már 14 nő. 3 egymást követő este felosztottuk Rózzal egymás között a sátrat, és megszámoltuk az embereket. Nem volt kérdéses. Több mint 10-szer annyi hölgy volt, mint férfi. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Azért érdekes ez a szöveg. Ugye az a tűzzel vassal terjesztett kereszténységről van szó, ezt tudjuk jól, ebben a korban. Ennek különféle leírásai vannak. Vannak olyan történészek, akik ezt a tűzzel vassal terjesztett kereszténységet leginkább Gézára értelmezik. Tehát Gézánál lehetett ezt látni, mert Géza eleve hozott egy határozott döntést, és igazából döntött, hogy a nyugati kereszténységhez tart, és akkor kért erre térítőket a Quedlinburgi találkozón, és alapvetően elkezdték tűzzel vassal, ezt valamelyik krónika így írja le, és egyszerűen Géza az nem sokat cicózott. Géza az olyan volt, mint egy ilyen mai, ilyen új gazdag vállalkozó oligarha, aki gyakorlatilag azt csinált, amit akart. Azt mondta, hogy pogány isteneknek is áldozott, és amikor ezt a szemére vetették, akkor mondta azt, hogy van akkora úr, hogy több istennek áldozzon. Tehát ez abszolút jellemző, ismerjük ezt a típust. Úgyhogy így jött be Gézával a kereszténység, de nem is igaz, hogy bejött a kereszténység, mert a kereszténység először az ortodox kereszténység jött be, és általában úgymond az államszervező harcok körül, ugye a Gyula, az Ajtony, Koppány, stb. Ismerjük ezeket a küzdelmeket. Nagy valószínűséggel mindegyik bizánci keresztény volt. És ez az Isten a királyba nem így jött le? Nem így jött le. Az Koppány, ő pravoszláv, vagy keleti? Nem pravoszláv, hanem bizánci. Bizánci, tehát, bocsánat, igen. Igen, tehát ez nem igazolható egyértelműen, de ami a központja volt, a Somogyvár, az olyan központ volt, az a terület még a bizánci kereszténységhez tartozott, Marosváron az Ajtonynak Ajtonynak a birtokán, azt tudjuk, a Gyulánál meg szintén föltártak Gyulafehérváron egy olyan ilyen templomépületet, amit nem nagyon tudtak hová tenni a régészek, mert ez a fajta ilyen templomépítési típus, ez nem volt jellemző Magyarországra, és ez teljesen megegyezett azzal. Akkor ez korábbi épület, mint az István korabeli templom ott a híd után rögtön, hogy beérünk Gyulafehérvár. Nem, az egy régebbi volt, igen. No, már most a következő, a Koppányról nem igazolt, ez az Ajtonynál, meg a Gyulánál ott jobban igazolt ez a bizánci kereszténység. Tehát alapvetően nem arról szólt az egész, hogy a kereszténységet terjeszteni, hanem a nyugati kereszténységet. Így megnézve egy eléggé rossz ízű dolog, hogy volt egy bizánci kereszténység, amit több helyen fölvettek a magyarok, valószínűleg már a honfoglaló magyarok között is voltak. Ismét hadd kérdezzek be, akkor a bizánci kereszténység és a pogány magyarság együtt volt a honfoglalás óta jelen?
Korábban is ez vegyes volt? Az, hogy mik az eredete, mik az alapjai, ezt nagyon nehéz meghatározni. Ezt van olyan följegyzés, hogy ugye találkoztak a Cyril metóddal, és akkor azt hitték, hogy az életük rámegy, a Cyril és a metód, és ahhoz képest a magyarok nagyon jól fogadták őket, nagyon türelmesek voltak vallásilag. Az, hogy pontosan hogyan és mikor jelenik meg a bizánci kereszténység, azt nem lehet tudni, de az biztos, hogy a 10. század közepétől már több jele van ennek, tehát magyarán mondva a Géza féle váltás a nyugati kereszténység felé, az már egy bizonyos százalékban egy bizánci keresztény magyarság között történt. Miért döntött így Géza? Igazából én is gondolkoztam ezen, mert a bizánci kereszténységnek ugye az volt a jellegzetessége közben, vagy azért, mert az akkori főurak az ajtóny, meg a ajtónyról is följegyezték, hogy miközben Vidinben megkeresztelkedett, utána azért nem élt igazából keresztény életet, vagy azért, mert ilyen önkényesek voltak az akkori magyar urak, de alapvetően azt lehet mondani, hogy valahogy így a bizánci kereszténység, illetve a pogány életforma, az ugye egymás mellett megvolt. Lehet, hogy azért, mert annyira nem nyert teret a bizánci kereszténység ezzel szemben, vagy egyszerűen nagyobb volt a türelem, és jobban szabadabb döntésre bízták a megtéréseket, vagy a váltásokat, de viszont azt lehetett látni, hogy a Géza-féle kereszténység fölvétel az meglehetősen agresszív volt, tehát az nem volt kérdés, főleg azért, mert ugye Géza sem szánta ota magát teljesen, ugye ez nagyon sokszor előfordul, hogy keresztény agresszív akkor jön ki, amikor nem teljes a harmónia az úrral, de igazából ilyesmi helyzet volt. Istvánról viszont azt írják egyébként legtöbbször, hogy tényleg egy istenfélő módon nőtt föl, egy szelíd személynek írják le, tehát és picivel másabb jellegűvé mutatják be. Ami azért teljesen másabb jellegű nem lehetett, mert igaz, hogy megvoltak István mellett a magyar urak is, de azért alapvetően a német fegyverek, amire alapozták a hatalomnak a fölépítését, az azért bőven az okozta a túlsúlyt a mérlegnek a nyelvét István esetében. Tehát nagyon lényeges volt, ez konkrétan a vezéreinél, meg a lovagjainál is lehetett látni, voltak magyarok is, voltak németek és stb. Viszont ugye Istvánnál már egy nagyobb elkötelezettség van a kereszténységnél, de szerintem az inkább a további krónikáknak egy kis szépítése és csinosítgatása, hogy akkoriban már nem írják le ezt a tűzzel-vassal terjesztését olyan mértékben a kereszténységnek. De ez valószínűleg ez továbbra is fönnállt. Akkor miért lehetett mégis jó döntés ez, hogy kizárólagosabb nyugati kereszténység mellett döntöttek? Itt már bejön egy nemzeti szempont. Az, hogy a egységes magyar nemzet tulajdonképpen István, az, hogy a részben regionális hatalomként működő erdélyi rész, a regionális hatalomként működő ajtony, marosvári részek, illetve a más területek, a koppányoknak a területei. Ezt az, hogy egy egységes magyar nemzet és egy egységes Magyarország létrejött, amit azért tisztázzunk előre, hogy mondjuk ezt Csíkszeredától értjük az Őrvidékig, tehát sőt akkor még az Enszi körülbelül, illetve akkor már nem, mert az előzőleg volt akkor már ugye hátrébb szorultunk egy kicsit, mértéktartóbbak lettünk. Tehát körülbelül ez a helyzet, tehát ami érték volt az egységes magyar nemzetnek a létrejötte. Most egy ilyen helyzetben, ami azért hozzátartozik, én szerintem bármennyire kegyesen mutatjuk be ezt a kort, de azért szerintem keresztényként az embernek nem jó szívvel gondol ezekre a dolgokra, nem jó ízűek ezek a dolgok, ez a félhitű embereknek, vagy a hit nélküli embereknek a keresztelésbe behajtása, meg stb. És általában az ilyen kereszténységgel kritikus személyek ezt a korszakot rendszeresen szívesen emlegetik föl, mint és ebben van is igazság. Tehát azért akkor nem volt egy megtért magyar nemzet, az biztos azóta se, azt tegyük hozzá, de akkor se lehet azt mondani. Most ebbe a helyzetbe tulajdonképpen majdnem ütős a Szent Istvánnak az intelmei. Tehát ezért mondtam ezt, hogy egy kicsit a kort fölidézzük, de akkor egy-két szöveget hadd nézzünk belőle, jó? Jó, tehát jó, hallgassuk.
Azt mondja, minthogy a királyi méltóság rangját csak is a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el. Itt a katolikus az egyetemes, tehát ilyen értelemben. Ez protestáns meg. Igen, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Tehát ugye itt miről szól az egész? Arról szól az egész, hogy a király egy intelmet fogalmaz meg a fia felé, az Imre herceg felé, ezért valószínűleg 1031 előtt íródott ez. Itt eleve kérdés az írás megszületésekor, hogy István király írta, vagy valamelyik korabeli klerikus. Teljesen mindegy alapvetően, mert az ő neve alatt jelentették meg. Ez azt jelenti, hogy rábólintott, vagy egyeztettek, vagy ő is, vagy tolba mondta, vagy leírta. Teljesen mindegy, de biztos, hogy köthető István királyhoz valamilyen módon. És éppen ezért azt a tanácsot adja, hogy uralkodóként hogyan kell viszonyulni az uralkodásnak a dolgaihoz, mi alapján kell hozni parancsolatokat, rendeleteket, stb. Tehát azt mondja, hogy szent hitet tesszük az első helyre. Buzgalommal, éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, és ez az a tanácsa, amire alapszik a többi. Azt mondja, hogy a fontos, hogy a helyes hitet kövesse, és itt van egy nagyon fontos dolog, hogy akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik fel, nem ékesítik, mint hogy a hit tettek hiány meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ez szinte egy olyan fontos dolog, hogy a hitet ugye épségben kell megőrizni, és a cselekedeteket megtartani. És ugye Jakab levélből idézt. Igen. És akkor itt a, mert a lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz, itt is igei idézetek, láthatatlan és látható ellenségeid ellen, hiszen az apostol ezt mondja, csak az nyeri el a babaérkoszorút, aki szabályszerűen küzd. Rakás igei idézet van benne, de nem csak ez a lényeg, hanem helyesen is van hasogatva egyébként, hozzátartozik. A hit, tehát amelyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atya Istenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségért a keresztfán szenvedett, és a Szent Szellemben kiszólt a proféták és apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes, oszthatatlan, szeplőtelen istenségben, és kételj hozzád ne férjen. Nem mondom, hogy az István védőbeszéde. Lehet, hogy az apostoli hitvallást vették át teljesen, igen, de igen. Alapvetően ez helyes kijelentés. Lehet, hogy ugye itt konkrétan ugye a feltámadás megemlítését azt lehet hiányolni, de alapvetően pontosan határozza meg. Azt mondja, ez a katolikus hit, amelyben miként Atanáz mondja, akárki híven és erősen nem hisz, semmiképpen sem üdvözül. Így van. És akkor a Szent Háromságról beszél, és akkor azt mondja, hogy akik ezt nem így, azok az eretnekség fejének szolgál, azok, és nem a Szent Egyház fiai. Tehát, de ezt hallgass meg, az ilyeneket pedig ne gyávolítsd, ne védelmezd, hogy magad is ellenségnek, bosszulónak nem mutatkozz. Az efféle emberek, a Szent Egyházak némét nyokorolás, elrontják, szétszórják, hogy ez ne történjen, különös gondod legyen. Tehát itt a hitvédelmének a feladata. Hiszen az Úr mondta Péternek, akit a Szent Egyház őrzőjévé és felügyelővé emelt, Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat. Na, itt ugye katolikus szöveg, mit várunk innentől, hogy ugye a Rómának a hitelesítését, Péter, de nem erről van szó. Azt mondja, ő ugyanis önnön magát nevezte kősziklának. Tehát Jézus önmagát nevezte kősziklának, nem Pétert, s nem ám fából vagy kőből épült egyházról beszélt, nem kőből épült egyházról beszélt, hanem az újonnan nyert tömeget, kiválasztott népet, Isten nyáját, melyet hitben kioktattatott, keresztségben megmosatott, kenettel olajoztatott, hívta a saját magára épült szent egyháznak. Tehát igazából elég pontos kijelentések vannak. Most nyilvánvaló, hogy ezeket a kijelentéseket, ebben azért nyilvánvaló van egy katolikus íz, most ebben nem megyünk bele, hogy hol, miben, mennyire, mert ezt ma Isten igéje alapján ezeket pontosabban ki tudjuk fejezni, ezeket az igazságokat. Viszont
ezt lehet látni, hogy ahhoz a korhoz képest, amilyen képünk van arról a korról, a bálványimádásról, a Mária kultuszról, amik azért tényleg benne voltak abban a korban, ahhoz képest ezek azért elég pontos kijelentések. A hitben nem sorolja föl például a Máriát, mint a hitnek az alapját, nem sorolja föl a szenteket, a szenteknek a tiszteletét, amik ugye azért ma alapvetően hozzá tartoznak a katolikus hithez, tehát ehhez képest nagyon pontos meghatározások vannak. És ilyen még, hogy a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Salamont idézi, amikor Salamon bölcsességet kért az úrtól, hogy vezethesse a népet, stb. Tehát ilyen dolgok vannak benne. És közben pedig két olyan megállapítás is van benne, ami azért elég fontos az állam vezetőjeként, hogy a minden népet a saját szokásaik szerint kell kormányozni. Most ez például, ez egy nagy bölcsesség, és alapvetően egy olyan meghatározó bölcsesség, ami alapvetően minden kormányzásnak az alapja. Hagyd egyek szókimondó, ez aktuális. Aktuális. Hát amikor én először olvastam X éve az Intelmeket, és ugye már megtért neoprotestáns hívőként olvastam, egy pici óvatossággal. Hát az óvatosság az jogos, és fönn is tartjuk természetesen. És, de... és vannak az Istvánnak ettől eltérő szövegei, de hogy az Intelmeket én végigolvastam, most kérlek tanár úr mondja erről véleményt, nekem az jutott eszembe, hogy ez aktuális, és nagyon szókimondó leszek, az jutott eszembe, hogy jelenleg az Unióban jó lenne, hogyha ilyen elvek mentén is gondolkodnának, mert a mostani uniós politika, mintha szellemileg, erkölcsileg alatta lenne nagyon sok gondolatnak, ami ebben megfogalmazódik. Hát akkor nézzük konkrétan ezt. Például, mely görög kormányozta a latinokat görög módra? Avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semmelyik. És igazából ez az univerzális katolicizmusnak a korában, mert ugye a középkor az egy ilyen univerzális, egységes, úgymond római katolikus alapon nyugvó Európa volt, és igazából még itt is azt mondják, hogy, és egyébként meg fölhívja a figyelmet, hogy figyeljen a magyar hagyományokra, pont ezért, hogy ne más szokások alapján irányítsa őket. Nekem az jut eszembe, hogy még a Perzsa Birodalomban is azt mondták, hogy az Eszter könyvében, remélem pontosan idézem, hogy minden nép beszéljen a saját nyelvén, és minden férfi legyen úr saját családjába. Igen. Tehát úgy érezte még a perzsa elnyomó birodalom is, hogy vannak határok, tehát például a család ügyébe, vagy a népnek, a nemzetnek az ügyébe, abba ő birodalomként nem szólhat bele. Igen, és... Ma ez már nem így van. Igen, és igazából pont az történik, hogy ugye a latin agresszióval akarják a görögöket elnyomni, vagy görög agresszióval, most inkább a görög agresszióval a latinokat, tehát most körülbelül hasonló. Most egy hellenizáció tényleg. Most hellenizáció. Igen, hellenizáció van, tehát hogy ugye a római világban a görög erkölcsökről beszéltek, és ma is ez történik, hogy a görög erkölcsök kezdenek uralkodni. Most a görögöktől maguktól bocsánatot kérek, de itt hát, nyilvánvaló nem a görögökről van szó, habár most egyébként pont ők az egyik ilyen, egyik szégyenpadra ültetett nemzet voltak az elmúlt években. Még őket is erőszakkal hellenizálják. Igen. Sokan igen. Értik ezt a képzavart, hogy miért így fogalmazok. Hát így van, mert a hellenizáció, a hellenizmus az nem a görögséggel volt egyenlő, hanem az egy szinkretikus felfogás volt. Igazából a kornak, a globális társadalmának a szellemisége volt. Igazából a globalizációt azt elsősorban ugye a Nagy Sándornak, előtte nyilvánvaló Babilon meg egyebek, de a korban ugye a globalizációt a Nagy Sándor hozta létre, utána meg a rómaiak. Igen, mert a Babilon meg a perzsák nem akartak egységes vallást, egységes kultúrát, egységes nyelvet, csak egy. Tehát egy perszolán unió volt inkább a Babilon és a perzsa. Ugye a királyhoz kötődött, de külön tartományok, országok voltak. És igen. A Sándor pedig ugye azt akarta, hogy minden le legyen gyarulva, és full egységes legyen. Tehát elkezdett működni ez a hellenizált kultúra, a helyi sajátosságokat beépítették, illetve az egészet meg univerzálissá tették, egy ilyen szinkretista kultúra volt. A másik, ami elég érdekes, hogy inti az imádságnak a megtartására, ami a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, tehát hogy magyarán azt, hogy ő alkalmas maradjon az uralkodásra, annak az alapjának az imádságot vette.
Hát, hogy az imád akkor, ez is alapvetően igei, teljesen természetes, minden szolgálatnak az alapja az, hogy az imádkozás azért, hogy ne legyen méltatlanná abban a szolgálatban, stb. Hát, hogy ez is most nagy támadás alatt áll. Igen. És itt egy óriási szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz, és ebben azt mondja, légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizz szívedben mindig az isteni intést, irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Légy türelmes mindenekhez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Stb. Légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a bal sors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztoljon most és a jövőben. Légy mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntes vagy kárhoztas. Légy szelíd, hogy soha se harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illes. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét. Elképesztően jó szöveg, egyébként nyilvánvaló ez megfelel a kor ilyen műfajának, az intelmeknek, a kliséinek is, tehát, de alapvetően ezt lehet látni, ez egy elég értékes szöveg, hogyha vannak is benne olyan pontok, amit azért lehetne pontosítani, meg stb. És még egy, ami nagyon lényeges, rendszeresen, főleg liberális oldalon hivatkoznak erre a dologra, hogy a vendégek és a jövevényeket be kell fogadni. Ezt akartam is kérdezni. Igen, igen. Mert ez a... hogy is értsük? Hát itt világosan azt mondja, vendégek, jövevények akkora hasznot hajtanak. Magyarán mondva, itt azokról a vendégekről, jövevényekről beszélnek, akik úgy építenek a társadalomba, úgy érkeznek, hogy integrálni lehet őket a társadalomba, és a helyi értékekhez építő módon viszonyulnak. Igazából erről szól. Tehát abban a korban, ugye itt konkrétan a hospeszekről volt szó. Nyilvánvaló volt egy kis hazabeszédés, mert Istvánnak a konkrét kísérőinek a környezete azok német lovagok voltak, tehát ezek is biztos, hogy... Igen, ezek is biztos, hogy benne voltak, de azért azt is el lehet mondani, hogy ezeknek a lovagoknakból nagy nemesi családok, magyar nemesi családok jöttek létre, tehát ezek alapvetően így be tudtak tagozódni a magyar társadalomba, és alapvetően el tudták fogadni és a magyar társadalom értékrendjét. Egyébként pont a másikra igazolás ez, mint amire szokták idézni. Tehát pont nem arra igazolás, hogy jöjjön mindenki, aztán vigyenek el mindent, vagy pedig adjunk oda nekik mindent, aztán mi még dolgozunk, hogy újabbakat tudjunk adni majd. Tehát, akik hasznot hajtanak. Igen, ha nem arról szólt, akik hasznot hajtanak. A hospeszek is, a telepesek is úgy érkeztek, hogy olyan szakmákat hoztak be, olyanokat, akik például bánya munkások, azért ott nagyon sok német, vagy flamand, vagy ilyen származású, vagy olasz, vagy stb. Ezek mind az a konkrétan például elképzelhető, hogy az ácsok, azok lehet, hogy oroszok voltak, tehát, hogy megvoltak azok, akik különféle foglalkozások, hogy miért és hogyan hozták őket. Persze ezért a hallgatók kedvéért hozzáteszük, hogy nem haszon által mérjük az embereket, hanem minden ember nagy érték és jó dolog, de egy országot azért csak úgy lehet fölépíteni, hogyha mindannyian beletesszük. Hát ez nyilvánvaló, hogy most társadalmakról beszélünk, nemzetről beszélünk, stb. Igen. Tehát itt nem arról szól a dolog, hogy bárkit lebecsülne az ember, hogyha, és nem egy ilyen haszonelviség alapján mérjük az emberi értékeket, ez nyilvánvaló, de ugyanakkor az, hogy az uralkodók kiket fogadtak be, ott azért a haszonelviség számított, mert neki azon kellett dolgozni, hogy építse a nemzetét, sőt, ugye a történelmek voltak olyan pontjai is, hogy meg is kérdezték azt, hogyha olyanok jöttek be, akik ilyen hasznot nem hajtottak, sőt, ilyen kártékony hatást keltettek. Ugye Bánk-bánnak a történetét nem... Szóval ez egy magyar nemzetnek egy alapkérdése egyébként, és a Bánk-bán ugye azért szól és üt a mai napig is, mert bármilyen időszak van, bármilyen korszak van, mert ezek a kérdések, ezek a
magyar nemzeti sajátosságokhoz kapcsolódnak. Úgyhogy elég érdekes így, tehát itt azt lehet mondani, hogy miközben történik egy tűzzel vassal fölépítése egy keresztény államnak, az államszervezéssel, az államszervezési harcokkal, és azért hozzátartozik, hogy kemény dolgok is voltak közben, tehát van olyan forrás, ami Tónuzabának az élve eltemetéséről szólt, és Istvánhoz kötik, nem elfeledkezve a Vazulnak a uralkodásra alkalmatlanná tételén, szemét kiszúrva, meg megsüketítve, meg stb. Tehát ebben én azt gondolom, hogy nekünk nem az a feladatunk semmiféle szempontból, hogy igazságot tegyünk utólag. A kornak voltak bizonyos kérdései, amiket meg kellett oldani. Itt igazából ez az érdekes, hogy ebben a korban lehet, hogy ezek a dolgok így iránytűként tudtak megjelenni. És alapvetően azt lehet mondani, hogy ezek jó iránytűk. Tehát, hogyha nem is minden úgy működött tökéletesen, ahogy itt ez le van írva, de alapvetően egy jó irány volt meghatározva, és azért, ha mondjuk ezt a korszakot be akarjuk mutatni, akkor azért ezt tudjuk, hogy ez a feudális anarchiának a kora más országokban, embereknek a legyilkolása, megmérgezése, orvgyilkosságok özönei, stb. Tehát ez jellemző a kornak az Európájára. Humoros formában elég csak fölidézni kedves filmünket, a Gyaloggaloppat, ami egy kicsit régebbi korról szól, de azért az, hogy miről van szó, azt így... Fekete viper a sorozat. Az egy későbbi, de az is igen. Tehát itt azért egy ilyen korról van szó, tehát azért őszintén szólva tényleg sötét volt a középkor, de ebben a sötét középkorban ez azért egy kis világító irány. Nyilvánvaló, hogy az ember, ha épülni akar, akkor a Bibliát olvassa, meg hallgatja az Isten igéjét. Tehát nem arról van szó, hogy a Biblia olvasás helyett ajánljuk, hanem arról van szó, hogy azért lehet látni, hogy bibliai értékek azért megjelennek ebben, úgyhogy ez egy érdekes írásmű. Nem véletlen, hogy azért a mai napig is a magyar nemzetnek egy nagyon fontos értékének tartjuk. Ez ilyen szempontból ez teljesen helytálló. Tehát ha mérlegelni akarjuk, azért az átlagtól nem volt rosszabb, minden hibája ellenére. Sőt, jó, hát jobb volt azért nyilvánvaló. Tehát azért tényleg bizonyos értékeket azért fölmutatott, és most konkrétan azt, hogy ha azt a nemzeti értéket nézzük, hogy él még nemzete hazán, meg itt vagyunk, akkor én szerintem István királynak ezt a művét, ezt nem azt, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni, biztos, hogy azon nyugszik ez. És itt lehet látni például ebbe, hogy az intelmek közre játszottak. Hát egy olyan alap, amire azért egy 1000 éves, nem tökéletes házad, de fel lehetett húzni. Igen, igen, és áll. És hogy erős alapokon áll, abban a Bibliának is volt már nagy szerepe. Igen, hiszen igen. Itt rengeteg ó és új szövetségi köszönt a szövegből. Nem, igen, és nem is néztük az összeset, a legjellemzőbbeket a végig, és ami azért most azért, tehát az, hogy a Mária kultusz, a Szentek kultusz, ezt kimaradtak ebből, ez azért könnyebbé teszi az olvasást. Tehát nekem mindenki. Igen, igen, igen. Tehát ez is azért meglepetés. Meg hát azért, hogy katolikus iratról van szó, hogy azért a kősziklát azt nem Rómával azonosítja, illetve nem Péter a kőszikla, hanem hogy Jézus a kőszikla. Azért szerintem ismerve egyébként a katolikus álláspontot ezen igével kapcsolatosan, ez szintén egy üdítő pont nekem. Itt a katolikus sem úgy egy felekezeti jelző, hogy ma érezted. Nem, itt egyetemes. Nagy szakadás előtt vagyunk, igen. Protestantizmus előtt vagyunk. Igen. Itt még ezt nem lehet úgy értelmezni, hogy a katolikus azok mi vagyunk, és te meg nem. Benne van ez, mert beszélt az eretnekekkel szembeni fellépésről, nyilvánvaló, ez benne van, és nem tudjuk, hogy ezek milyen eretnekek, hogy ezek, mert... Markionizmus? Arianizmus? Mi lehet? Nem tudom, mert azért hozzátartozik az Árpád-kor azért olyan, most a következő fejezetünk, következő témánkból látszik majd jobban, az Árpád-kor az olyan, hogy csak az maradt fennírásban, amit fönn akartak tartani, tehát azért nyilvánvaló, aki túlélte, az írta a történelmet, aki túlélte, az iratta a krónikákat, úgyhogy ez azért fokozottan igaz
az Árpád korra. Mint ahogy a 20. századra is igaz, de az Árpád korra az még jobban. Hát akkor legközelebb talán beszéljünk erről, a mai műsoridőnk is sajnos véges. Elkezdtük Magyari Ferenccel, tanárúrral, a Bornemisza Péter Gimnázium szaktanárával ezt a beszélgetést, amikor a Biblia és a nemzet, illetve a Biblia nemzetekre gyakorolt, magyar nemzetre is gyakorolt hatásairól beszéltük, és ezt elsősorban ugye most az irodalom, a nyelvújítás és a különböző ideológiai kihatások kapcsán vizsgáltuk, és akkor jövő héttől ezt a utazást a magyar történelemben és a Biblia kapcsolatában én javaslom, hogy folytassuk. Legközelebb is várunk szeretettel, kedves tanár úr, a stúdióba. Köszönjük és szépen. Benneteket is, kedves hallgatók, hiszen tudjátok, mi vagyunk a könyv népe. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.